Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A vitában nagyon sokféle szempont szerint értékelés történt. Én szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy egy nagyon-nagyon lényeges szempont kimaradt, mégpedig a fenntartható fejlődés szempontjai szerinti értékelés. Hogyha ezt szerint megtennénk, akkor lehetséges, hogy nem ennyiféleképpen értékelnénk ezt a költségvetést, és lehet, hogy nem az látszana, hogy különböző költségvetési javaslatokat értékelünk. A fenntartható fejlődés időnként ritkán, megjegyzem persze, elhangzik itt az országgyűlés termében is, de rendre félreértelmezve. Általában mindig a fenntartható gazdasági növekedésként emlegetik, és elfelejtjük egyszer már végre tisztázni azt, hogy a fenntartható fejlődés célja az, hogy a társadalom jobban éljen, az embereknek az életszínvonala javuljon, javuljon az oktatás minősége, a társadalomban a leromlott erkölcs javuljon, az értékek helyreálljanak, és az is a helyére kerüljön, hogy a gazdaság az nem cél, hanem eszköz. Ebből a költségvetésből is az derül ki, hogy a gazdaságot megint csak célként tűzzük ki, és azt reméljük, hogy majd a gazdaság jobb lesz, és abból a sűrűsödő problémákat megoldjuk. És ugye ehhez tartozik a környezeti szempontok, ami a feltételt jelenti az életünkben. És hogyha ezt a hármat összetesszük, akkor én azt gondolom, hogy egyik szempontnak sem felel meg ez a költségvetés. Sajnos a fenntartható fejlődéstől, a fenntartható társadalomtól a Magyarország egyre inkább távolabb marad. Mert hogyha megnézzük a 4 millió szegény Magyarországát, ez a költségvetés csak tovább fogja erősíteni és növelni a szegényeknek a számát. A gazdaságnál semmi másra nem épít, csak arra, hogy majd idejön a külföldi tőke, és nem foglalkozik azzal, hogy hogyan lehetne a helyi gazdaságot erősíteni, és a helyi gazdaságnak a feltételeit megteremteni. A környezeti feltételekről pedig úgy tesz, mintha nem vált volna most már korlátossá az életünknek a számára. Erre azt gondolom, nagy figyelmet kell az elkövetkezendő időszakban fordítani. Köszönöm, képviselő.